Másfél évvel ezelőtt beszélgettem kollégáimmal, hogy hogyan lehetne kicsit feldobni ennek a műszaki iskolának a légkörét. Kicsit ilyen technokrata, szürke az aulánk, alapvetően a műszaki oktatásnak élünk, de mégis nagy örömünkre szolgálna, és ez a célunk is, hogy ne csak egy műszaki szemlettel rendelkező fiatalságot neveljünk, de olyanokat, akik nyitottak a művészetekre, akik meglátják a szépet, a jót a világban, és próbáljuk ezért tenni tanárokként is, azon kívül, hogy díszesítjük az aulánkat. Csanádi Zoltán nyitotta meg Pálmerni Bükki Klára kiállítását az energetikai szakgimnáziumban. Az intézmény vezetője elmondta, hogy egy évvel ezelőtt hagyományteremtő szándékkal szervezték meg az első tálatot a gimnáziumban. Az amatőr természetfotós kiállítása már a harmadik bemutató azóta. Elsősorban a víz és a vízpart érdekel. És hát nem csak a természeti jelenségek, bár azokat nagyon nehéz megfogni, inkább a növények, állatok, madarak, amik leginkább érdekelnek. Pálmerni Bükki Klára természet iránti szeretete korán megmutatkozott. Gyermekkorában sokat kirándult családjával, emellett pedig biológia testnevelés szakos tanári diplomát szerzett. Az alkotó úgy gondolja, hogy a jó fotó titka nem kizárólag a profi felszereléstől függ. A legelső gépem egy egyszerű kis Fuji kompakt gép volt, egy mindössze 5 megapixeles gép, és már akkor készültek, ezek között a fotók közt is van olyan, ami azzal készült. Hát azt gondolom, hogy meglátni sokkal fontosabb, tehát észrevenni a szépet, a jót, az érdekeset, és azt megvalósítani, tehát nem feltétlenül technikai kérdés. A hajnali kelés, a hó vagy a szél sem szokta visszatartani Pálmerni Bükki Klárát, hogy megörökítse a ritka pillanatokat. Komolyabb elismeréssel két művét jutalmazták eddig, a Tükröm Tükröm című alkotását a National Geographic 2012-es januári számában a hónap legjobb magyar fotójának választotta.